millió nézőit. Így a európai parlamenti választások előtt néhány nappal, illetve aláírás ajánlásgyűjtés előtt néhány nappal. Ki leszünk a Spárnál délután, hogy ide érnek a ajánlásgyűjtő évek. Ennek előzeteseként városokból érkezett, ami nagy örömünkre szolgál, Balczó Zoltán, a Jobbik Európa Parlamenti képviselője. Zolinak van helyi kötődése, édesapja volt Kodmirosan régebben lelkész, és ma megtisztelt minket a látogatásával, ezzel is erősítve a helyi szervezetet. Szeretné meghallgatni az emberek problémáit, válaszolni az esetleges kérdéseikre, és ezért érkezett hozzánk, és egy standolással egybekötve fogjuk ezt ma itt a piacon lefolytatni. Nagyon örülünk, hogy megérkezett, épp itt is van már a képviselő úr. Az idei európai parlamenti választásoknak több szempontból is nagyobb a jelentőség, mint az eddigieknek. Részben az Európai Parlament leendő összetétele határozza meg, hogy az Európai Unió milyen irányba halad tovább. Két lehetőség van, az egyre mélyebb integráció, a több Európa, ami egy államok feletti szuperállamnak a létrehozását jelenti, az Európa Egyesült Államok irányába haladnának ezek a politikai erők. A mások szintén fontosnak tartják az együttműködést, mert annak nincs alternatívája, de megkívánják őrizni jelentősebb mértékben a tagországok szuverenitását. Ez az egyik lényeges kérdés, amit a Brexitnek az árnyékában kell majd meghozni ezt a döntést. Másik jelentős kérdés, hogy a új összetételű parlament arra törekszik majd, hogy a migrációt kezelni tudja, vagy a migrációt megállítani tudja. Mert ez valóban egy valós veszély. Természetesen azt, amit a Fidesz állít, hogy itt apokaliptikus állapotok következhetnének be, és százezek azonnal előzöllenék az országot, ha nem ő van hatalmon. Ez nem felel meg a valóságnak, de valóban fontos szempont lesz, hogy a bevándorláshoz milyen módon viszonyulnak azok a politikai erők, amelyek lehetőséget kapnak az Európai Parlamentben. A harmadik fontos szempont, hogy egy neoliberális gazdaságpolitika folytatódik-e a következő 5 évben, vagy pedig igyekszünk eleget tenni annak a határozatnak, annak a megállapodásnak, amit Göteborgban írtak alá, az Európai Unió szociális pillérét jelenti, vagyis, hogy igyekszünk a keleti és nyugati részek közötti hatalmas bérkiegyenlítést elérni, amely mindkét fél számára rossz. És sajnos az utóbbi eredmények alapján, amit a Fidesz kormány felmutatott, negatív eredmények, ennek van egy nagy belpolitikai tétje is. Ugyanis nem mindegy, hogy Magyarország választói mit mutatnak föl, hogy változatlanul azt a Fidesz támogatják-e nagy többségben, amelyik elvesztette teljes mértékben a hitelét az Európai Unió színterén, a saját pártcsaládja a Fidesz 193 arányban utasította el, és nekünk, a Jobbiknak is az a célunk, hogy a minél nagyobb mandátum szerzéssel el tudjuk azt érni az Európai Parlament színterén, hogy Magyarország visszaszerezze az elvesztett hitelét. A múlt heti alkalommal szintén egy piacon próbáltunk kapcsolatot teremteni a választókkal, és ott megkérdezték, hogy hát egy európai parlamenti képviselő miért itt van. Mi úgy gondoljuk, hogy a legfontosabb, hogy a leendő választókkal testközelből találkozunk, és nyilván nem csak a magunkét mondjuk, hanem itt lehetőség nyílik arra, hogy párbeszédet folytassunk, hogy fel tudjuk azt mérni, hogy a magyar választók mit tudnak az európai parlamentről, hogy viszonyulnak ehhez a választáshoz, és ez a embertől emberig tartó közvetlen kapcsolat az, ami helyettesíti a médiában való egyoldalúságot, ami a kormánypártok teremtettek. És mi nagyon örülünk annak, hogy vidéki városokban alkalmanként azt tapasztaljuk, hogy létezik még objektív tájékoztatási igény, és köszönjük azoknak, akik eljöttek erre a mai eseményre.
Vannak már valami tapasztalatok, hogy mi a viszonyulása az embereknek ehhez a választáshoz? Igen, hát vannak. Én úgy látom, hogy akik ide eljöttek az előző városokba és velem beszélgettek, azok mind érzik azt, hogy ennek súlya van. Vannak olyan kérdések, amikben az ember tud tájékoztatást adni arról, hogy milyen fontos dolgok tőlnek el, hogy mennyire nem egy tőlünk távol álló ügyről van szó, bármennyire úgy gondoljuk, hogy Brüsszel az tőlünk 1300 kilométerre van. Én sokszor azt próbálom elmondani, hogy mennyire meghatározza az embereknek majd a mindennapi életét, különösen most ez a választás, hiszen most fogják megalkotni az Európai Unió 7 éves költségvetését, és egyáltalán nem mindegy, hogy Magyarországot milyen pozíciókat szerez, egyáltalán nem mindegy, hogy mi hozzájutunk-e azok a forrásokhoz, amik nekünk járnak, vagy a Fidesz bűne miatt az egész országot büntethetik, hogy kevesebb forrás kapunk. Ilyen szempontból nagyon lényeges az, hogy például az én falumban, ahol lakom, egy önkormányzati óvoda új építésére van szükség, megkapjuk a 100 milliót, vagy nem, tehát mindez végül is közvetlenül hat az embereknél. Ezt próbálom általában elmondani, hogy ne úgy tekintsenek el a választásra, mint hogy ott van a messzi Brüsszel, itt meg mi vagyunk, hát mennyire fontos ez nekünk.